A grillezők rovatunkban ma egy újabb grillezőt mutatunk be, méghozzá azt a gyönyörű tojásformájú kerámia edényt, ugye jól mondom? Tökéletesen mondom, óvatosan egy kicsit, mert ez kívülről meleg, már meleg, azért, már igen. Bemelegítettük. Hogy mit kell tudni róla, kerámia a maga a szerkezet, benne található egy samott gyűrű, és egy kürtő jelleggel szellőzik az egész, itt alul kapja a levegőt, illetve itt fönt tudjuk szellőztetni, és ezzel határozzuk meg, hogy milyen hőfokot érjünk el. Mm-hmm. Csodálatosan tartja a hőt, ugye a samot az gyakorlatilag, minthogyha egy kemencénk lenne, olyan jellegű ez a dolog. Három szinten tudunk sütni, tehát közel a tűzhöz, nagyon sok kiegészítője van, bizonyos deflektor, amivel irányítani tudom a hőt, lezárom az egyik oldalt, csak a másik oldalra tesz szembe, és ugye három szinten, tehát tudok nagyon-nagyon közel a húsokat, vagy az alapanyagokat nagyon közel a faszénhez, illetve sokkal feljebb, és ezáltal sok mindent egyszerre el tudok készíteni. Bármit el lehet készíteni ebben a kamarában? Gyakorlatilag bármit, igen. Szoktunk olyat is, hogy beleteszünk egy kis kaszerolt, ezt a kemény vas edényt, és abba készítünk akár egy babgulyást például. Nagyon jó hangzik. A működését nagyon nehéz megtanulni? Borzasztó egyszerű, mint említettem, hogy ami nagyon fontos az, hogy faszenes grillről beszélünk, az aljára beszórjuk a szenet, begyújtunk, és már is beindítottam a faszenünket. Az elején jól kinyitom, hogy szellőzzön, azonnal húzatolni kezd, és lehet is látni, hogy most ugye kinyitogattuk, egy picit visszaesett a hőfoka, de szerintem a kamerán is lehet látni, hogy vándorol azonnal fölfele a hőfok, és amikor elérte a megfelelő hőfokot, akkor beállítjuk a kívánt állásra. Nyilván itt azért az évek és a rutin az már sokat segít, hogy tudjuk, hogy nagyjából, ha 150 fokot szeretnék, akkor milyen nyílást szabad neki hagyni. Most gyümölcsöt, egy kis sajtot, illetve kétféle húst fogunk készíteni. Kezdjünk akkor hozzá kezdjünk közben, is jó? Hozzá. Először ide fogom helyezni erre a részre, ahol közvetlen a faszén fölött van, utána pedig átteszem a másik oldalára, az úgynevezett indirekt részére, hogy ne kapja a hőt, csak így egy kicsit ilyen kevert hőt kapjon. Nagyon jó ez a maghőmérő, főleg olyanoknak, kezdőknek, akik bizonytalanok, vagy nem mernek nagyon hozzányúlni egy ilyen értékes alapanyaghoz, vagy nem szeretnék elrontani, tehát ez tökéletesen nagyon jó, de ahogy telik múlik az idő, úgy rá fognak jönni, hogy ez nem egy borzasztó ördöngőség ez a dolog. Az a jó, hogy nem tudjuk kiszárítani a húst, mivel hogy zárt rendszerben sütünk, benne maradnak a szaftok. Viccesen azt mondom, mint egy kukta, csak nyilván nem vízben totyog az alapanyagunk, hanem finom füst járja át, faszénnel készül. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez a fajta grillező a kezdőknek egy tökéletes választás. Ez kezdőknek, haladóknak, mindenkinek tökéletes. Igen, ez egy szenzációs. Na nézzük meg, hogy áll a húsunk. Igen, a húsunk ugye először is körbe pirítottuk egyik oldalát, másik oldalát. Most belehelyezzük ugye a méterünket, hogy egyrészt a technika segítsen nekünk, illetve önmagunkat is tudjuk tesztelni és ellenőrizni. És akkor applikáción igen, lehet látni, hogy 52-re állítottuk be, 52 ugye a maghőmérséklete. Szóval ugye a középső kék pöttyöcskébe állítottuk be, az 52 fokot mutatja, az lesz nekünk a végső maghőmérsékletünk, tehát amikor elérkezett ahhoz a maghőmérséklethez, akkor lesz kész a húsunk, és lehet látni, hogy itt ebbe a pink színű karikában a jelenlegi állapotot mutatja. Nem és itt mutatja, kész. Nem sokára, ez pillanatok alatt elkészül, igen, ez a szuper. Hús. A sertésszűzet még átfogjuk ide, erre az ott gyönyörű szépen elkészült. Itt kivesszük ez gyakorlatilag el is készült, ez a hús. Ezt még bent hagyjuk egy-két percig a sütőben, amíg a grill is elkészül, és tulajdonképpen a sztékünket már vághatjuk is fölfele.
milyen szép lett. Nagyon. Tökéletes grilltán, sajtunk is van, húsunk is van, gyümölcsünk is van. Gyakorlatilag percek alatt elkészült az isteni finom vacsora vagy ebéd. Ennek egyébként a bemelegítése mennyi időt vesz igénybe? Viszonylag rövidebb ennek a felmelegedése, egy olyan 8-10 perc alatt már el tudja érni a kellő hőfokot. Tehát nem kell olyan sokat várni. Nem kell. Nyilván, hogyha egy magasabb hőfokot szeretnénk elérni, hogy 200-300 fok, akkor egy picit tovább, de ahhoz, hogy egy húst így elkészítsünk, főleg ilyen kimélővel, az egy 8-10 perc alatt bemelegszik. Szuper, köszönjük szépen, megyünk enni? Jó étvágyat! Gyerünk akkor, jó? Kóstoljunk. Együnk meg!